Hello, hello! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma egy kis utazás lesz. Megyünk itt a Cadbury Hilton Hoteltől a Bradley Stokey Superstore-ba, ahol töltjük is az autót. Mivel 57%-a van az aksi, 22 mérföldünk van odáig. A fiam is itt van hátul. Rég nem volt már videó. Főleg nem ilyen vezetés vlog. Nem tudom, hogy a kamera milyen lesz. Majd elválik. Ez csak egy ilyen teszt igazából. Majd kiderül, hogy jó lesz-e, vagy nem lesz jó. A fiam játszik, nagyon élvezi, aztán kicsit lehet, hogy bele-bele fog zajolni. Ajde, imádom ezeket a fekvőrendelőket. Na, amúgy egy kis helyzetjelentés is, mert úgyis nagyon régen volt már ilyen videó. 2 nap múlva lesz 9 év, hogy kint vagyunk itt Angliában. Valahogy nem is nagyon jó, hogy elhiggye az ember, hogy ennyi idő eltelt már azóta. Nem tudom, a hang milyen lesz, mennyit hallotok, hogy hallotok. Egyáltalán jó vagy nem. Majd kiderül, hát úgyis, hogyha olyan, akkor nem kerül fel ez a videó. Elég hülye helye van ez a hotel kijáró, sokat nem lehet látni. Na, mindegy. A lényeg az, hogy egyébként taksiban jól állnánk. Ez egy Jeep Avenger. Biztos látszik ott is egyébként. Full elektromos. Most már 3 hete van nálam. Zsírójonnal hoztam el. Most van benne 1477 mérföld. Húszik felfele szépen lassan. És lesz több is. Ez nem az én autóm. Az én autóm az egy MG4-es elektromos, egy long range modell, ami már egy hónapja jár a parkolóba és várja a május 28-ai időpontot, amikor megy vissza a dealerhez, mert teljesen megdöglött. Szóval az lesz majd, amikor egyszer végre eljut szervizbe, és ha onnan esetleg kikerül még használható módon, akkor majd ezt visszaadom, és onnantól továbbra is az MG-vel maradok, legalább még egy évig, mert egy év múlva, ha minden jól megy, akkor lecseréljük valami másra. Lehet, hogy pont egy ilyen Jeepre, mert ezzel nagyon meg vagyok eddig elégedve, de az is lehet, hogy valami teljesen más lesz. Több opció is van egyelőre, van Kia elektromos, Hyundai elektromos valami, esetleg egy újabb MG, vagy valami SUV. Talán még a Tesla is odafér, vagy egy Mercedes EQA, de ez majd mind kiderül később, hogy mik lesznek a lehetőségek, ugye? Mert mikor az MG-t hoztam ki, akkor nem volt más lehetőség, csak MG4 vagy valami benzines vagy dízel, de én inkább elektromosra mentem, mivel hogy itt Angliában a taxszal jobban jár az ember. Tax miatt kevesebb adót kell fizessek, magyarán mondva. Szóval megéri így elektromos autóval közlekedni. Ezért is. Máskülönben annyira nem. Mert sok hiedelem, meg minden szarság ellenére elektromos autózás drága. És el is magyarázom, hogy miért. Elektromos autózás, ha tudod otthon tölteni, és egy olyan plánbe vagy, akkor igen, megéri, és tényleg kurva olcsó. Akkor, és abba az egy esetbe éri meg elektromos autót venni, hogyha tudod otthon tölteni. Ha nem tudod otthon tölteni, és supercharger ezzel állandóan,
ha csak nem vagy valami marha türelmes, és kimész ilyen parkokba, meg olyan helyekre, ahol vagy ingyen töltesz rohadt lassan, vagy ilyen valami nagyon banális összegér töltesz nagyon lassan ismét, akkor még meg tudod úszni az olcsón töltés, de ha nem vagy olyan környezetben, meg nincs kedved 6-7-8 órákat, vagy akár még többet is ott tücsörögni töltőn, és supercharger ezzel, akkor viszont sokba kerül. Többe kerül, mint egy benzines vagy dízellel. Mert nézd azt, hogy most is nekem az aksi 57%-on van, ugye 120 mérföldnyi áram van benne. Ami autópályán ugye nem 120 mérföld lesz, hanem csak inkább 100. Jó, kikapcsolnám a légkondit, meg mit tudom én, akkor nyernék pár mérföldet, de most nem azért van egy új autóm, hogy ízadjak benne videó. Köszönöm. De így viszont tényleg egy töltés, egy full 100%-os töltéset csinálsz, egy olyan 200-220 mérföldet. Ugye itt elég sok autópályázás van, szóval annál többet nem igazán tudsz kihozni belőle. Ha csak nem tényleg non-stop városba használod, akkor kevesebbet fogyaszt, ugye, de mindegy, végül is. De nézd azt, hogy ennek egy full töltés belekerül kb. 50 fontba, míg 50 fontból megtankolsz egy benzines vagy egy dízelautót, azzal nem 200-220 mérföldet mész, hanem legalább 300 vagy többet. Szóval, ha úgy nézed, akkor drágább egy elektromos autóval járni. Plusz most már a biztosítások is azért eléggé emelkedtek, és az elektromos autókra se olcsóbb semmi. Egyedül a road taxi tangjába, ami nincs ugye rá, még egyelőre, de azt is be akarják most már hozni. Szóval... ha nem tudod otthon tölteni valami olcsó áramszolgáltatónál, akkor igazából ráfizetés. Ha csak az anyagi részét nézed, viszont minden más tekintetben sokkal jobban megéri, meg sokkal kellemesebb egy elektromos autó, mint egy benzines vagy dízel. Én ugye már 15 éve vezetek napi szinten, elég sok 100 000 mérföld van már benne a vezetésemben, úgymond. Én mindig benzines dízelt vagy dízelt vezettem, de miután átváltottam az elektromosra, hát valami ég és föld a különbség. És nekem tetszett. És valahogy most már nem is mennék vissza benzinesre vagy dízelre úgy, hogy én nem tudom otthon tölteni az autót. Szóval én non-stop supercharger-ezek, vagy ha úgy van a töltenem kell, és pont munkába vagyok, vagy valami, akkor nyilván munkába, melóba tudom tölteni ingyen is, de én elég sokat járok vele így munkaidőn kívül, szóval van, hogy kell töltsem, és olyankor én mindig supercharger-re megyek, mert én nem fogok órákig átcsorogni, én fogom magam, pak, oda cuppantom, fél órát feltöltöm, én addig elmegyek vásárolni, eszek valamit, sétálunk egyet, vagy mit tudom én, tehát eltöltjük az időt. Mert ez egy másik ilyen tévhit, hogy ja Istenem, hogy fél órát ülsz a töltésnél, te meg megtankolsz 2 perc alatt. Igen, ez igaz. Csak te, hogyha elmész egy hosszabb útra, vagy tudom én, 2-3-4 órás útra, így is úgy is megállsz egy 1,5-2 órán belül valahol, mert kell egy vécé, enni, inni akarsz valamit, vagy csak simán mozogni egy kicsit, és nem kell neked megálljál és feltöltsed teljesen azt az aksit, hanem csak arra az időre, míg úgyis ott ülsz azt a 10-15 percet, rádugod egy gyors töltőre, utána megint órákon keresztül autózhatsz, akár autópályán is, probléma nélkül. Tehát igazából nem veszel az idődből semmi. Ha meg olyan, jó, nyilván vannak olyan emberek, akik állandóan csak mennek, megállás nélkül órákon keresztül, hát az most őszinte leszek, azokat csak sajnálni tudok. Mert akkor valamit nem jól csinálsz valószínűleg. Én nekem így abszolút nem volt, pedig rengeteg szementünk Londonba, lementünk Newquayba, szóval ezek ilyen 150-200 mérföld egy irányba út sokszor.
ilyen 4-5 órás utak, csak egy irányba, utána vissza is kellett jönni, kellett egy-két töltés, és akkor mi van? Amikor odaértél, ahol akartál, néztél a környéken egy töltőt, rádugtad, körbejártad, amit akartál, visszamentél, tovább. Sőt, nem kell, tényleg 10 perc alatt nyomsz bele, mit tudom én, 30%-ot, 40% töltést egy gyors töltőt. Az meg bőven elég annyi, hogy még egy 100-120 mérföldet megteszel, vagy mit tudom én, 3 órát még utazol, és akkor úgyis megállsz valahol megint. Annyi, hogy egy kicsit jobban előre kell tervezni az útvonalat, hogy nézzük, hogy jaj, legyen azért egy töltőút közben, vagy valami közelbe, és akkor addig rádugod, még pont ott vagy, és pont nem csinálsz semmi mást. De van, nincs ezzel baj, csak egy kicsit az embernek nyitott szemmel kell járjon, és icipicit előre tervezés kell. Mondjuk ugyanez van a dízelnél, vagy a benzinnél is, mert ugye ott sem mehetsz akármennyi, nem hagyhatod azt a tankodat üresen, tehát mikor már esik valamennyire az üzemanyagod, akkor úgyis elmész tankolni, és úgyis megnézed a környéken, hogy hol van egy benzinkút, ahol be tudnál állni, és tudnál tankolni. És ott se feltétlen csinálsz mindig egy fullt, ott is lehet, hogy csak mit tudom én, tankolsz 20 litert, mert úgy gondolod, hogy neked az elég, mert hát ugyanez van az elektromos autóval is, csak töltesz, mit tudom én, 20 kW-ot, mert úgy vagy, hogy az a simán hazaérsz, ott meg majd töltöd egész éjjel, senkit nem szóval, senkit nem tart fel, senkit se érdekel. Csak az emberek hozzáállása egy kicsit, nem tudom, hogy mondjam, így egy kicsit elmaradott. Pedig semmi probléma nincs az elektromos autózással és a távolságukkal sem, mert legalábbis itt Angliában, mikor én elkezdtem még elektromos autózni ezelőtt kb. 2 éve, nem volt ennyi töltő, tény is való. De az akkor se volt probléma igazából. Meg az, amit sokszor látok, meg panaszkodás megy érte, a rinyálás, hogy jaj, sorba kell állni, nincs töltő. Igen, amúgy az, abban van valóság, de nem úgy, ahogy azt leírják sokan. Meg ugye nem Amerikában vagyunk. Itt is, hogyha Tesla töltőhöz mész, nagy eséllyel kifogod azt, hogy nincs hely. De nem kell mindenkinek Tesla töltőre menni. Most oké, hogy a Tesla töltők, főleg itt Angliában, vagy nem tudom, más országban sosem figyeltem, nem érdekel, de itt Angliában elég olcsó. Tehát kb. A fele annyiba kerül egy töltés, mint egy bármilyen más gyors töltő. De most érted, nem muszáj neked Tesla töltőre menni, mert van alternatíva rengeteg. Úgyhogy nincs ezzel igazából szerintem az égette világon semmi probléma. Én még soha nem kellett álljak, vagy várjak töltőn, mindig simán tudtam tölteni. Ahogy odaértem, kétszer fordult elő összesen így 2 év alatt. Egy nem működött tehát két töltő volt, két gyors töltő volt, az egyik nem működött egyáltalán, már körbe volt szallagozva, várt javításra, a másik pedig foglalt volt. Én pedig úgy voltam vele, hát még van aksim, szóval simán el tudok jutni a következő töltőig, ami ugyancsak útba esett abba az irányba, merre én mentem. Szóval átmentem oda, ott volt 6 töltő, mikor odaérkeztem, én voltam az egyetlen, aki ráállt. És utána még jött egy-két autó, de ugye voltak, akik csak ilyen 10 percet álltak, én viszont, hogy hosszú úton voltam, hosszú, és én nekem kellett egy ilyen 90%-ig feltölteni, szóval én ott töltem egy ilyen 25-26 percet. De volt, aki csak ilyen 10 percekre éppen beugrott, töltött rá egy kicsit, és ment is tovább. És ugyanúgy ott maradt mellette több töltő is még tök üresen. És ugyanez a helyzet általában minden töltőnél, még itt Bristolban is, ami azért elég zsúfolt város, és rengeteg az elektromos autó.
még egyszer se kellett várni senkire. És majd meglátjátok most is, ahol megyünk tölteni. Igaz, hogy itt a Tesco-nál van 16 vagy 18 töltő, gyors töltő. Általában mind üres. Legalábbis én még akármikor mentem oda, nem láttam még rajta. Rajtam kívül soha senkit tölteni. Mikor nem kellett töltsek, olyankor már láttam rajta autót, csak nekem valahogy olyan szerencsém volt, hogy pont soha nem volt rajta senki. Úgyhogy én ezt ide szoktam leggyakrabban járni. Tök hasznos, úgyis míg bemegyek vásárolni, az úgyis 30-40 perc általában, legalább. Ha egész család megy, akkor akár több is. De nem feltétlenül nem muszáj töltsek, de már ha úgyis megyek, akkor miért nem? Úgyhogy az lesz most, hogy míg bemegyünk a fiammal vásárolni, addig simán töltünk. Mikor kijövünk, lehúzunk, szóval valószínűleg forra lesz töltve. Vagy legalábbis nagyon közel lesz hozzá. Délután még kell visszajöjjek ide a Hilton Hotelbe, onnan megint vissza haza, reggel el kell menni még Melóba, szóval még ma lesz egy olyan 60 mérföld, ha később még nem megyünk esetleg valahova, de lehet, hogy megyünk, szóval lehet még több áramra lesz szükség, szóval igazából nem kellene töltsek jelenleg, de inkább töltök, mert nem tudom még, hogy fog alakulni a nap. Ja, az elektromos autózás az szerintem ennyi igazából. Minden nézőpont kérdése. Szép idő van. Amúgy, ha valakit érdekel, meg lehet, meg tudom mutatni ezt az autót, mert ez egy viszonylag új modell. Ez is konkrétan egy 2024-es modell. Egy hónapos nincs még. Csináltak róla egy ilyen bemutató videó féleséget, hogyha van rá igény. Ha nincs, akkor úgyis jó. Ja. Valószínűleg, ha ez a videó most használható lesz, akkor lehet, hogy lesznek még ilyen videók, amikor úgy utazunk erre, arra, amarra. Akkor azt felvesszük, mert sokfelé szoktunk menni, sokat kirándulunk, sokat utazunk, és sok szép hely is van errefele. Nem tudom, mennyi látszik így, de ez is egyébként egész jól néz ki. Meg mikor átmegyünk Velszbe, vagy valami, az meg konkrétan gyönyörű, az az egyik kedvenc zónám, ahova bármikor boldogan megyek. Még lehet, jönnek majd hamarosan drónfelvételek, és hogyha már úgyis itt a nyár. Szóval lehet, hogy egy kicsit jobban beindul ez a videózásos dolog. Egész jó a fogyasztása. Az MG-nek nagyobb aksia van, de azzal sem megyek el többet egy töltéssel, pedig az egy kicsit áramvonalasabb. Nem tudom, hogy hozták össze. Remélem, hogy most, mikor visszajön majd a szervízből, ha nem írják le, akkor visszajön a szervízből, megcsinálják a software update-eket is, és akkor reménykedek benne, hogy egy kicsit jobb lesz a hatótáv, de igazából nekem ez a 200-220 mérföld, ez így megfelel. Nincs vele különösebb problémám. Ez pont az a... Annyit tudsz menni egy töltéssel, ameddig úgyis megállok pisilni, mikor át tudom dugni töltőre. Szóval nem igazán izgat. Nyilván minél több, minél nagyobb a hatótáv, annál kellemesebb az út, de nem feltétlen okoz problémát. De mondjuk 200 mérföld alatti hatótávot nem szeretnék, mert az azért már tényleg kevéske. De még legalább a 200 megvan, az úgy jó tény.
hétköznap simán eljárok egy töltéhez. Tehát ilyenkor vasárnap töltök egyet. Szinte egész héten el vagyok a melóba járás, vásárolni menni, mit tudom én. És akkor ilyenkor hétvégére van, amikor én többet fogyasztok, ilyenkor kell egyszer-kétszer tölteni max. De most is például, hát nem is emlékszem, mikor volt utoljára feltöltve az autó, és azért már mentem bele jó pár mérföldet. És mint mondtam, én nem tudom otthon tölteni, szóval én állandóan, amikor vagy munkába, vagy supercharger-en töltök. Nekem ez így megfelel. Meg igazából nem is volt nagy különbség. Én egy Honda Accordról jöttem elektromosra. 65 literes tankom volt, 2 literes benzines automata volt, ugye. Jó kis majdnem Type R motorral. Én azzal csináltam 65 liternyi benzinnel 300 mérföldet. Az volt úgy az átlag. Autópályán kevesebbet fogyasztott, de városban tényleg ilyen 300 mérföld, 65 liter üzemanyag. Az nekem kb. 120 fontba kerül. Ezt, hogy feltöltsem, 50 fontba kerül, és oké, 100 mérföldet kevesebbet megyek, de még mindig kevesebbe kerül, mint annak idején a benzines autómat tankolni. Jó, nyilván itt lehet jönni, hogy hát miért nem vettél dízelt, ha annyit jársz, miért nem vettél valamit, ami kevesebbet fogyaszt. Azért, mert azt tetszett. Ez ilyen egyszerű. Mindig is vágytam egy jó Hondára. És imádtam azt az autót. Úgyhogy, ja. Az én esetemben így én még spóroltam is, hiába még, hogy hiába supercharger ezek, nekem még mindig kevesebbe kerül ezzel járni, mint annak idején a Hondával. Plusz adóba is kevesebbet fizetek. Tehát így nekem ez így megfelel. Leges legelején azért én is sokat gondolkodtam rajta, mert bennem is bennem volt ez a para, ugye. Rengeteget olvastam fórumokon, meg minden szérszart, hogy ja Istenem, elektromos autó, ilyen rossz, olyan rossz, amolyan rossz. És ugye kicsit szkeptikus voltam, csak én sosem bíztam senkiben. És mielőtt kihoztam az MG-t, én elhoztam egyet ilyen, mondjuk úgy, tesztvezetése 2 hétre. És rájöttem, hogy simán tudok vele együtt élni, szóval nem okoz problémát. És akkor úgy el lett döntve, hogy oké, ez jó lesz nekünk. Jók is. Jól megy. Erő is van benne. Jó, mondjuk ez a Jeep, ez tényleg gyengébb, mint mondjuk az MG4. De az 204 lóerő, ez 160, mit tudom én mennyi. De azt is csak sportmódban. Hogyha normál módban azt nehez ember, azt hiszem csak valami 140 lóerő körül van. Ami átlagos használatra egyébként bőven elég. Az, aki azt mondja, hogy jaj, nekem 3-4-500 lóerő kell egy elektromos autótól, kérdem én, hogy minek. Mert hogyha taposod neki, mint egy őrült, akkor egyre gyakrabban fogod látogatni a töltőfejeket. Meg akkor tényleg nincs hatótáva. De hogyha kényelmes autózást akarsz magadnak, akkor viszont felesleges. Jó, 200 lóerő, azt mondom, oké, legyen, de annál többre úgy különösebben nincs szüksége az embernek szerintem. Főleg nem városban. Na, most érünk be Bristolba. De amúgy nem tudom, nem látszik, de se gáz, se fékre még nem nyúltam eddig. Nagyon a kormány csak kellene fogja, mert ugye az önvezető, nevezzük önvezető szarnak, egész jól teszi a dolgát, adaptív cruise control is van, szóval lassít, fékez, megáll, elindul magától. Látjátok, nem látjátok, kormány sem fogom, simán tartja a sávot. Szóval ezek a dolgok elég jól működnek benne, míg mondjuk az MG-be kevésbé működnek, jó? És lehet, hogy sok MG4 rajongó azt mondaná, hogy jaj, hát miért színom azt az autót? Hát azért, mert amúgy egy kaka, mondjuk úgy. Ha tehetném, biztos, hogy lecserélném hamarabb, mint egy éven belül. Mert
nem szeretem. Kicsit nagyobb, mint ez a Jeep, tény is való, belül legalábbis. Kívülről nem tűnik nagyobbnak, de bent érezhetően nagyobb. De viszont anyagminőségben sokkal rosszabb, mint ez. És úgy mondom ezt, hogy én nem szeretem a francia autókat, ez meg egy Uno Stellantis, szóval francia brand. És ez... ezt inkább elfogadnám hosszú távon, mint az MG-t. Jaj, megint ilyen javítás van itt az autópályán, bakker. Nem tudom már mióta csinálják. Sose fogják befejezni. Vasárnap utálok menni vásárolni, annyian vannak baszki az üzletekben általában, hogy ez valami halál. Csak most érek el. Amúgy nyugodtan, hogyha valaki kommentel, nyugodtan írhattok véleményt, hogy szeretnétek még hasonló videókat, vagy nem. Lehet, csinálhatok. Akár más autókkal is. Na, ezt szeretjük az elektromos autózásban. Jó, a sprint. Időbe, és akkor beengedlek. Leesett azért most már a töltés, mert ugye ebben az irányban az autópályán elég sok emelkedő van. Tehát nem jött ki a 4-es átlag, mint arrafele. Jó a szín annak, egy narancs Fordnak. Kis Fiesta. Eszik a hamburgert. Meglátogatták, ha meg egy úgy tűnik. Kíváncsi vagyok, hogy mennyien lesznek most a töltők. Hogy lesz-e foglalt töltő, mert ugye vasárnapon mindenki nagy bevásárlást csinál általában. Ilyenkor lehet, hogy többen kimozdulnak az elektromos autóikkal, és oda
állnak tölteni, de majd mindjárt meglátjátok, mert úgyis abból az irányból fogunk menni, hogy a legelejétől, és én ott szoktam mindig a végén leparkolni, minél közelebb, hogy én a Tesco-ba járok. Így nekem jó, nem kell parkolót vadászni, mert itt amúgy soha nem szokott szinte lenni hely. Mindig 2-3 sort körbe kell járkálni, mire talál az ember helyet. Így az elektromos autóval simán beállok a töltőhöz, töltök is, parkolok is, közel is vagyok a bejárathoz, tök jobb járok. Úgyhogy ez egy megint csak egy pozitív dolog. Még valamikor beállnak a benzinessel vagy a dízellel is a töltőhöz, és akkor fogom nézem így a fejembe, hogy mondom, kell neked az a 100 fontos büntetés? Az emberek nem törődnek ezzel, vagy nem tudom, sokan csak hülyék hozzá szerintem, hogy az mi is ott igazából. Főleg úgymond az idősebb korosztály azért nem nagyon van képe ezekkel a dolgokkal, hogy mi is az az elektromos autózás, meg mi felterem. Amivel igazából nincs baj, mert ők valószínűleg nem is lesznek az, akik elektromos autót fognak venni. Csak azért legalább a táblákat úgy illene szerintem megnézegessék, hogy nem lenne szabad oda parkolni. Na most oké, itt is ahol van 16 töltő, most 2-t elfoglalnak autók, pont nem érdekel. Addig még oda tudok állni és tudok tölteni, igazából hidegen hagy, hogy most oda áll vagy nem. De olyan helyeken, ahol nincs csak 2-3-4 töltő, és akkor 2-3-at befoglalnak, mert miért ne? Én meg oda megyek és nem tudok tölteni, na az úgy azért úgy engemet is fel tud bosszantani. Mert azért én is úgy általában kigondolom, hogy hol szeretnék menni, meg mit szeretnék csinálni, és hogyha főleg sietős az dolgom, akkor viszont ez hátul üt. De hála Istennek ez tényleg 10-ből, vagy inkább mondjuk úgy, hogy 100-ból egyszer fordul elő. Legalábbis itt. Úgyhogy, ja. Na, végre itt is vagyunk. Innen kezdődnek a töltők, itt bal oldalt, itt van mind üres igazából, és mindegyik két fejes, szóval tökéletes. Én mindig itt szoktam a legvégén megállni, közel van a bejárat, mindenki jól jár, mármint én mindenki. Nem kell sokat sétáljak. Na. És kész is. Ennyire volna ez a videó. Sziasztok!